Döntetlennel kezdte az MB3 délnyugati csoportjának 2023-as 24-es idényét az FC Nagykanizsa. Gombos Zsolt tanítványai a hajrában tudtak egyenlíteni az MTK 2 elleni mérkőzésen, a délzalaja Góját Gocsejev Telmán Rabil Ogli szerezte. Az MB3-os bajnokságok átalakítása után idén egy új csoportban szerepel az előző szezonban a nyugati divíziót harmadikként záró kanizsai gárda. Gombos vezetőedző az új igazolások közül egyedül Fehér Barnabást jelölte a kezdőcsapatba. A hazaiaknál Konta József több olyan játékost állított csatasorba, akik idén már az élvonalban is szerepet kaphatnak. A Sándor Károly Akadémián rendezett mérkőzés első komolyabb lehetősége a fővárosiak előtt adódott, Kenesei Noel fejjel tovább tett labdája után hercegbotond lövése mellé ment, egy kapu előtti kavarodást követően. A mérkőzés első fél órájában inkább a mezőnyjáték dominált. A kanizsaiak a 30. percben jó pozícióval végezhettek el szabadrugást, az előkészületi meccseken többször is betaláló Szabó Patrik azonban most céltévesztett. A félidő hajrájában Fehér szerezhette volna meg a kanizsa vezető golját, zicserben azonban csúnyán fölülődte a labdát. Gombos Zsolt a szünetben három cserével frissítette fel csapatát. Fehér helyett Kalafat Álmost küldte pályára, Gondor Kristófot az előző idény gol királya Lőrinc Bence váltotta, míg János Norbert helyett Kálmán Szilárd lépett pályára. Konicsai szempontból csak a szerencsém múlott, hogy a cserejátékosok első labdaérintése nem hátrányban történt meg, egy labdavesztést követően Mik beadása után a korábbi U17-es VB résztvevő Czuj Ákos fejesét kellett Kálovics Henriknek a kapu fölé jutni. A szünet után fokozódott az MTK2 mezőny fölénye, amely a 62. percben góllá érett. Kovács Patrik lövése kijött Kálovicsról, a kékfehérek fiatal játékosa pedig a hálóba lőtte a kipattanót. Kovalovszki pontatlan, Herceg. Kovács, elő Kálovics kiút éppen ellenfélez. Éppen Kovácshoz, aki belövi a kipattanót. A hazaiak kétszer is közel jártak az előnyük megduplázásához. Előbb egy újabb eladott labda után Cuy lőtt fölé, majd Vasmilán pörgette a labdát a kapu mellé. A hajrában megélénkültek az események. Lőrinc veszélyesen húzott el a szélen, a támadót csak szabálytalanul tudták megállítani, az éleszögből leadott szabadrúgást azonban szolárkapus hárította, majd Kovalaszki beadása pattogott el a kapu előtt. A 87. percben a korábban csak kisebb lehetőségekig jutó nagykanizsának összejött az egyenlítés. A csapatkapitány szabadrúgását Gojájev Telmán Rabil Ogli kapásból lőtte a hazaiak kapujába. Kowalowski. Lőrinc és ott az egyenlítés! Döntetlent követően az MTK 2 közelebb volt ahhoz, hogy eldöntse a mérkőzést, Cui azonban nem tudta bevenni a kifutó Kálovics kapuját. Majd a kanizsai kapus előbb hegedűs távoli és Tumf közeli próbálkozását is hatástalanította, így maradt a döntetlen. Gombo úgy látja, elégedettek lehetnek az eredménnyel, mert szerinte a játékképe alapján nem érdemelték meg az egy pontot sem. A kanizsai tréner reméli, játékosai felfogták a téthelyzetet és a szakvezetés célját, és a következő mérkőzésen már kellő küzdő szellemmel lépnek pályára. Minden mérkőzés nyomás alatt lesz, tehát erről pont tegnap beszéltünk az edzés után, hogy aki nem bírja a nyomást, az nem idevaló. És itt a brilli rosztunk a felkészülési meccseken, itt megvertük az MB2-es csapatot, meg x a halival, meg tizeket rúgtunk, aztán jön egy ilyen tétmes, és be vagyunk tehát félünk, vagy nem, nem tudom. Tehát izgultak a játékosok, nem úgy mele, ne, tehát amit megbeszéltünk, a párharcok, a, a, a taktikai elemekbe. A játékosként MTK ikonnak számító Anta József szerint tanítványai megérdemelten győztek volna az annyitón, ám a sors megbüntette őket a kihagyott helyzeteik miatt. Nyilván az egyértelmű, hogy egy 5-6 visszajátszó volt azért az első csapattól, de hát ők is azért fiatal játékosok, tehát azért azt nem lehet mondani, hogy egyedül a Vadnai Dani volt az, aki egy ilyen tényleg rutinos játékos. De összességében nyilván a helyzet az mindig olyan, hogy valamikor az ember helyzet nélkül tud gólt rúgni, valamikor tíz helyzetből se tud gólt rúgni, és hát ez így alakult. Az FC Nagykanizsa szerdán lép legközelebb pályára akkor a Dunaföldvár ellen 4 1 győzelmet arató Iván Csa lesz a ellenfele. A találkozó, amelyet élőben közvetítünk a Kanizsa Médiaház YouTube csatornáján, 17 óra 30 perckor kezdődik. A vasárnapi MTK2 elleni mérkőzést nem sokkal 8 óra után felvételről közvetítjük a Kanizsa tévén.